világszép nátszál kisasszony. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, az óperenciás tengeren is túl, de még az üveghegyeken is egy sánta arasszal túl, volt egyszer egy király, és annak két fia. Az idősebbik fiú, ahogy egy kicsit fölcseperedett, s kiserkedett a bajusza, feleségül vett egy szép király kisasszonyt. De a kisebbiket hiába bíztatta az édesapja. Azt mondta, hogy ő addig meg nem házasodik, míg kereke világon a legszebb király meg nem találja. No, azt keresheted, mondotta a bátyja, mert a legszebb király kisasszonyt én vettem feleségül. Hiszen szép a feleséged, mondotta a királyfi, de nem hiszem, hogy még szebb ne volna ezen a világon. Hallja ezt a beszédet a kisebbik fiú fölnevelő dajkája, és mikor az idősebb királyfi továbbment, azt mondta a kicsi királyfinak. Bizony jól mondottad, hogy van ezen a világon a bátyád feleségénél szebb király kisasszony. Csak hogy sem a bátyád, sem a felesége nem árulják el neked, mert az a világ szép király kisasszony a te bátyád feleségének a húga. No bizony, ha az, megyek is utána. Megállj csak, fiam, mondja az öreg asszony nem találod azt meg az apja házában. Elvagyon az rejtve egy nácálban. Hallotta de hírét a fekete tengernek. Fekete tengernek a 77. szigetjében vagyon három nácál. A középsőben van a világ szép király kisasszony. A két szélsőben a két szoba leánya. De ezen a szigeten olyan nagy sötétség van, hogy a kardodat felakaszthatod rája. Aztán, ha oda találsz is, egy vén boszorkány őrzi a három nátszálat, s jobban vigyáz rájuk, mint a két szeme világára, mert csak addig ég az élete gyertyája, amíg valaki ezt a három nátszálat le nem vágja. Hiszen a királyfinak sem kellett egyéb, fölnyergelte a legjobbik lovát, s indult még aznap, hogy fölkeresse a világ szép nátszál kisasszony ment hetet hét ország ellen. Estére kelve beért egy rengeteg nagy erdőbe. Rengeteg nagy erdőben betért egy kicsi házikóba. Nem lakott ott más, csak egy öreg asszony. Köszönti az asszonyt illendőképpen. Fogadja az is nem különben, s kérdi. hol jársz itt, fiam, ahol a madár sem jár, Világszép nátszál kisasszonyt keresem, aki a Fekete-tenger 77. szigetjében egy nátszálba vagyon elrejtve. Ugyan bizony hallotta-e a hírét? Sem hírét, sem nevét nem hallotta édes fiam. De túl a hegyen, a kerekerdő aljában lakik a néném. Azt talán hallotta hírét. Hé, Mici, hopp elé a sútból, szólott a macskájának. Igazítsd útba ezt a legényt. Kiszökött a macska a sútból, és a királyfi utána ment. Mire Pity mallott, megtalálta a másik öregasszonyt is. Elmondja, hogy mi jóban jár. Hallgat, hallgat az öregasszony, mintha erősen gondolkoznék, és aztán azt mondja. Hé, fiam, nem érsz te oda soha világon való életedben, ha olyan paripát nem szerzesz, amely sárkány szopott, égő parazsat evett, s tűzlángot ivott. De Nini, mi van a fejeden? Ihol három aranyhajszál. Ezt a három aranyhajszálat kihúzom a fejedből, adok hozzá egy kilincs madzagot. Mikor aztán kiérsz erre meg erre a magas hegyre, ott a madzaggal csapd meg a három aranyhajszálat, és egyszeribe elébe toppan a táltos paripa kihúzza az öregasszony a királyfi fejéből a három aranyhajszálat, odaadja a kilincsmadzagot, megköszöni szépen a királyfi, és meg sem állott, míg annak a magas hegynek a tetejére nem ért. Ott megcsapja a kilincsmadzaggal a három aranyhajszálat, s ím, halljatok csodát! Ég föld megzendül, száll levegőékből nagy erős vágtatással egy aranyszőrű ménes, Aranyszőrű ménesből kiválik egy paripa, szakad a láng a két orralikán, s nyerít hármat egymás után, hogy meg megcsendült bele az egész világ, s csak elejébe toppan a királyfinak. Itt vagyok, kicsi gazdám. De hallgassatok csak ide, mi lett a madzakból. Szép aranyos kantár, hogy csak úgy ragyogott, hogy csak úgy tündökölt. No, kicsi gazdám, hogy menjek? Úgy, mint a szél, vagy úgy, mint a madár, vagy még ennél is sevesebben, úgy, mint a gondolat, mondotta a királyfi. Mint a gondolat, édes lova. Jól van, kis igazdám, tudom én, mi a szíved szándéka, de addig hiába megyünk a fekete tenger 77. szigetére, amíg meg nem járjuk a napnak fényes pitvarát, és onnét egy égő sugarat el nem hozunk neki ereszkedik a táltos a levegőnek, felszáll, mint a madár, aztán neki vág, hasítja a levegőt, vágtat, mint a gondolat, és egy jó szempillantás nem telt bele, megérkeznek a föld kapujához. Azán, csak hogy a földkapujában két farkas állott istrázsát, és azt mondták, hogy addig nem eresztik be a kapuna királyfit, míg két font húst nem ad a lovából gondolja a királyfi. Bizony, nem adok én a lovam húsából, inkább adok a magaméból. Kivette a zsebéből a csillagos bicskáját, kanyarított a combjából két font húst, odavetette a farkasoknak. Most már mehettek, mondták a farkasok. Repült a táltos, és ím jóformán be sem a szemét a királyfi, megszólal a táltos. Nyisd ki a szemedet, kicsi gazdám! Itt vagyunk a napnak fényes pitvarában. Leszáll a királyfi, és hát ott a nap pitvarában van egy aranykád. Aranykádban tűzfürdő. Megfürdött abban. Gyémánt szegen aranytörülköző. Abban megtörülközött. Ezüst polcon aranyfésű. Azzal megfésülködött. S volt ottan egy talpik tükör. Odaállott, és nézegette magát. De halljátok csak, mi történt. Kijön a pitvarba egy haragos öregember, bizonyosan a napnak a szolgája. Meglátja a királyfit, amint nézegeti magát a tükörben, nagy mérgesen ráfúj, kerekedik rettentő nagy szélvész, s úgy elfújja lovastul mindenestül, hogy 77 ezer mérföldig sem ért földet a talpuk. Akkor meg leestek egy olyan sötét lyukba, hogy sem eget, sem földet nem láttak. Hely, búna ereszkedik a királyfi. Azt hitte, hogy soha még ez a világ, s még két nap, meg nem látja az áldott fényes napot. Nem, hogy annak egy sugarát a fekete tenger 77. szigetére vihesse. Csúszva, mászva tapogattak elébb, elébb. Hol kígyóra, hol békára léptek és mikor vagy hét nap s hét éjszaka eltelhetett, akkor egy nagy vaskapuhoz értek. Na, ide ugyan elcsúszhattak, mászhattak, mert itt meg egy százfejű sárkány állott istrázsát. Az ugyan által nem ereszti a kapun. Sóhajtozott, tűnődött a szegény királyfi, hogy most már mi csináljon. Tapogatott erre, tapogatott arra a kezével, hát ha más felé mehetne. S ím, egyszerre valami pálcácska akad a kezébe. Azám, nem pálca volt az, hanem furuja. Nagy bújában, bánatában belefújt a furujába. S hát az olyan szépen szólt, hogy annál az angyalok sem muzsikálhatnak szebben. És mit gondoltok, mi történt? Azt történt, hogy a százfejű sárkány szépen lefeküdt a földre. Egy sem mozdult meg, úgy hallgatta a furúja szót. De bezzeg neki bátorodott a királyfi is, és a vaskapun szépen kisétált. Hát, ahogy keresztül ment a vaskapun, nyiladozni kezd a sötétség, s mit látnak szemei? Jön elébe egy szépséges, szép leány, aki nem volt más, mint maga a hajnal, a napnak legszebb és legkedvesebb lánya. Hogy történt, mint történt, én bizony nem tudom. Elég az, hogy megtetszett hajnalnak a királyfi. Maga mellé ültette az ő szárnyas lovára, és vitte hetet hét ország ellen. Emberi szem nem látta gyönyörűséges, szép tartományokon keresztül. Először levitte a rézerdőbe. Ott dolgoztak a napfavágói, döngették a fákat, rakták a szekerekre, s vitték a napkonyhájára. Innét vitte az ezüsterdőbe. Ott ezüst madarak énekeltek szebbnél szebb nélszebb nótákat, s az ezüstfák háromszor egymás után szépen meghajoltak hajnal előtt. Ezüsterdőből az aranyerdőbe vitte. Csenget az is az aranymadarak énekétől s hajnal előtt a fák háromszor egymás után szépen meghajoltak. Ennek az aranyerdőnek a közepén volt hajnal kertje. Ennek a kertnek a közepén hajnal gyémánt palotája. És ahogy megérkezett hajnal, összegyűltek mind a ragyogó csillagok. Azután intett hajnal, leszállott a levegőjékből egy bíboros fellekkocsi, bíboros fellekkocsiban volt aranylóca, arra ült a királyfival, s azután úgy szállottak feljebb, feljebb, még nem fölértek a napnak fényes pitvarába. Ott kiválasztott hajnal egy sugarat, szépen belefonta a királyfi hajába, és azt mondotta. Na, királyfi, most már mehetsz. Megtalálod világ szép nátszál kisasszonyt. És én abban a szempillantásban honnét, honnét nem, ott termett a királyfi táltos paripája. Fölpattant rá a királyfi, s vágtattak hetet hét ország ellen, a fekete tenger felé. Hanem egyszer csak megszólal a tátos, és mondja. Hallod de kicsi gazdám, mindjárt ott leszek a fekete tenger 77. szigetén, de jól vigyáz, úgy vágja három nátszálhoz, hogy egyszerre vágd le, mert különben vége az életednek. Azt a három nácálat addig fel ne hasítsd, míg valami vízhez nem érünk. Mert ha vizet nem tudsz adni nékik, szemed láttára szörnyet halnak, mind a hárman. Hét nap hét éjjel vágtatott a táltos. Akkor értek a fekete tenger hetvenhetedik szigetére. Na, ez a sziget csak ugyanolyan sötét volt, hogy a királyfi fölakaszthatta volna rá a kardját. De a királyfi levette a süvegét, megvillant a hajába font napsugár, s lett egyszerre ragyogó világosság. Hát, csak ugyanott van a sziget közepében három nátszál. és amint a királyfi odaér, a három nátszál szépen meghajlik előtte, pedig szellősen fújt. Kirántja a kardját a királyfi, megsuhintotta, és egy csapásra tőből levágta mind a három nátszál. Ím a három tövéből fekete vér bugyogott ki, s valami keserves jajgatás hallatszott a földből. Az a fekete vér a vén boszorkány vére volt, a keserves jajgatás az ő jajgatása. No, ez ugyan nem árt senki léleknek, bátran visszaindulhatott tőle a királyfi. Szépen az ölébe fektette a három nátszálat és ezt mondta a lovának. Na most, édes lovam, vígy az én hazámba. Rég nem láttam apámat, anyámat. Vágtatott a táltos hetet hét ország ellen. A királyfi meg csak nézte, nézegette a három nátszálat. Szerette volna felhasítani. Hadlássa, csak ugyan leány van-e bennük. Hát, ha csak hiába bolondították ide a fekete tenger 77. szigetére. Ő bizony elővette a csillagos bicskáját, felhasított egy nátszálat, s kiesett belőle egy gyönyörűséges szép leány, világszép nátszál kisasszony egyik szoba leánya. Az volt az első szava, vizet, vizet, mert mindjárt meghalok. De csak most ilyet meg igazán a királyfi. Adott volna vizet, de nem volt sehol. Egy jó szempillantás sem telt belé, meghalt a leány. A két nátszálból pedig keserves sírás hallatszott. A szegény leányt síratták bizonyosan. Búsult a királyfi. Majd felvetette a búbánat. Költögette a leányt, ébresztgette, de hiába. Nem ébredt az fel. Leszállott a lováról, sírt ásott a kardjával, és eltemette a leányt. Aztán mentek tovább, és az ördög szállott -e belé, vagy mi? Felhasította a másik nátszállat is. Éppen úgy járt, mint először. Nem tudott vizet adni neki, s világszép nátszál kisasszonynak meghalt a másik szoba leánya is. No de most megfogadta a királyfi, hogy a harmadik nátszálra vigyáz, mint a szeme világára. Hogy azt addig fel nem hasítja, míg valahol forrásvízhez nem érnek. Hey, pedig úgy szerette volna látni a világ szép nácár kisasszonyt. De amerre mentek, mindenütt szörnyű nagy pusztaság volt. Nem láttak egy csepp vizet, majd meghaltak a nagy szomjúságban. Hanem egyszerre csak Leszállott a táltos a levegőjékből éppen egy forrás víz mellé. – No, édes gazdám, most felhasíthatod a nátszálat, de előbb meríts vizet a süvegedbe. – Telemerítette süvegét a királyfi, aztán szépen felhasítja a nátszálat, nehogy megsértse a világ szép nátszál kisasszony gyönge testét. – és ím! Csak kipattan a nátszálból egy olyan szépséges leány, amilyent még emberi szem nem látott. Ott mindjárt egymás nyakába borultak. Te az enyém, én a tied, ásókapa, s a nagyharang válasszon el minket. Aztán felültek mind a ketten a táltos paripára, s a táltos egyet ugrott, kettőt szökött, leszállott a királyfi apjának az udvarába. Ott ült éppen a király a palota tornácában. Ott ült az idősebbik fia is, a menye is. De bezzeg volt álmélkodás. Már rég el is síratták a királyfit. Nem hitték, hogy valaha látják. És éme, megkerült. Elhozta a legszebb király kisasszonyt kereke világon. Örült az öreg király. És mit csináljon a fia meg a menye? Örültek azok is, csaptak lakodalmat, hét országra szólót, húzták a cigányok, járták a legények és leányok, még ma is járják, ha ugyan bírják. Itt a vége, fuss el véle.